Sziasztok! Ilyen határozott léptel kell jönni. Igen, van kedve most jönni. Azt éreztük, hogy most jönni kell. De igen, ez olyan, hogy rákap a vízére az ember. Hát sok irányított szakértői. Sok dolog történt. Igen. Időközben. Na. Ugye most nem láttuk egymást több, nem tudom, 2-3 hónapja? Nem jöttünk, mert mindenféle dolog volt. Igen, voltak ilyen balhék, minden. De... Na, a legfontosabb, hogy elmondta, hogy, hogy volt neki egy Ágnes nevű nő, az is ilyen volt, csaja volt, aki, hát akivel szexeltek, ezt elmondta. De hogy már nincs. Miért te addig azt hitted, hogy Susan ment hozzá? Nem úgy, hogy régen, hanem hogy tehát úgy mellettem is. Komolyan? Igen. De elmondta és megbántam. Megbántam is olyan érdekes. Nem tudom, hát megment, hogy ez... Nem sértő az a valővel szemben. Nem. Heltai Jenőnek van egy ilyen novellája, amikor a fiatalul kicsit kapatosan kikezd a cselédlánnyal. És lesz is egyről a kettőre. És akkor másnap egy bocsánatot kér. És utána azt az egyet soha nem bocsátják meg neki, hogy bocsánatot kér. Ezt elmondom, akkor válaszolok, hogy nem az van, hogy megbántam, hanem... Az van, volt egy ilyen rész az életemben, az életünkben, hogy nem voltam elég erős, hogy nem voltam valahogy erkölcsileg a toppon. Éreztem valahogy, mindig is volt lelkiismeret furdalás, amikor ehhez az emberhez mentem, és azt éreztem, hogy egy idő után ez nem működik. Tehát nem a megbánás a lényeg, hanem a változtatás, hogy most változtatok rajta, és elhatároztam, hogy ezt nem akarom az életemben, hanem volt mondjuk így fogalmazhatnánk, hogy két nő, mert ő és a Nóri, de nem voltak egyenrangúak semmiképpen sem, és most a Nóri mellett teszem, most bocs, hogy ezt így mondom, csak hogy egyszerűen teszem be a voksom, azzal is, hogy ezt elmondtam, és azzal is, hogy itt vagyok, és azzal is, hogy azt mondom, hogy nem, de... Most már az eszed után mész, vagy melyik testvérzés? Nem szüntet. Nem biztos, hogy az eszem után, mert egy kicsit... Lehet, hogy az önzőség, mert hogy egy kicsit azon bennem, hogy ami nyom belülről az eltűnjön, tehát lehet, hogy önzőség, és biztos, hogy gyávaság is, mert Nóri és Júli. Egy kicsit valóban gyávaság, hogy ezt most mondom el, valószínűleg. Nem találkoztam az Ágival, tehát nem az van, hanem egy olyan dolog, amit szeretném, ha te tudnál, és sokáig nem mondtam el, de nem olyan nagyon sokáig, mert ez körülbelül, amikor először voltunk 2-3 hónapja, akkor még ezt nem tudtam, és most van egy új dolog az életemben. Ti már beszéltetek? Nem beszéltünk, befejeztünk, gyorsan befejezem, ezt szeretném elmondani. Itt el szeretnék mondani egy olyan dolgot, hogy tényleg egy kicsit van benne egy ilyen gyávaság, hogy hárman legyünk, és hogy nyilván, hogy ne volt nekem egy ilyesmi, de az is, hogy a pszichológus előtt ezt nyilván, tehát azt érzem, hogy itt is lehet volna. Egyszer csak jött hozzám egy nő, a Vera, amikor múltkor, igen, és érezted is, hogy ott el akartam, tehát nem tudom, hogy el akartam valamit mondani, kérdeztem, hogy miért jött, nyilvánvaló baromság volt, hogy ezt mondtam, hogy azért, hogy mit tudom, én már mit kamusztam, mert teljesen be voltam szarva, azért voltam ideges, mert egyszerűen csak odajött, és azt mondta, hogy van egy lányom, 7 éves, akit én nem is tudtam, hogy van lányom, és nem bírom ezt úgy, hogy most nem bírom ezt úgy, hogy nem mondjam el, és azt érzem, hogy el kell mondanom, és azt hiszem, hogy így fair. Miért nem mondtam el eddig? Azért nem mondtam, mert nem bírtam, mert azt sem tudom, hogy mi van, mert engem is meglepett, mert egyszer csak felbukkan egy nő az életemből. Ez most csak... Megértem, ha most elmész, és tudom, hogy gáz, hogy most egy új előtt mondom. Tehát abból a 8 éve ezelőtt... Igen, abból jött egy, igen. Uh-huh. Légy címes... Elmegyek az erdőben.
Nem, elmegy ahol, van egy barátja, akihez elmegy. Tehát te most ilyen megtisztulást fogadtál? Nem tudom, de szerintem nem tudom, hogy ez gáz, vagy most elmondtam, biztos, hogy nem gáz, a fejed lesz. Szerinted gáz? Hát igaz? Hát igaz, különben, de ez durva lenne ezt fogja. Szerintem ez vasárnak sose gáz. Én nem gondolom, hogy az igaz dolog az gáz lenne. Megbocsátsz, ha ezt majd megdumáljuk, csak utána mennék, és majd ez jó.